Az ecset és a vászon a munka eszköze. Festőművész, ikonfestőiparművész. Emellett tanít történelmet, rajzot és művészettörténetet. A Fekete Ökör baráti kör tagja. 2007-ben a Vállalkozók Országos Szövetsége Közép-Magyarországi régiójának Prima díjasa lett. A mai ismeretlen ismerős Ladócsi László. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm. Élete gerincét a művészet adja. Honnan ered a rajzolás, a festészet, a művészet szeretete? Hát ez nehéz kérdés. Honnan ered? Igazából egy kis varga betűvel indult a pályám, mert először történelem népművelés szakos tanárként végeztem. Aztán hirtelen megbetegedett egy kedves kolléganő, aki a rajzot tanította, és megkértek, hogy helyettesítsem. Aztán így elvégeztem hozzá még a rajztanári szakot is másoddiplomaként, de eredetileg mindig is érdekelt a festés. Sőt, hát ilyen titkos gyerekkori vágyam az volt, hogy vagy pilóta leszek, vagy festőművész. Hát igazából talán a második az sikerült, bár a nyáron vezettem repülőt, az jó volt, de hát családban van több képzőművész, távoli rokonok, és testvérem zenész, tehát nagyon sok olyan rokonom van, aki közelebb áll a művészethez. És már gyerekkorában akkor rajzolni nagyon szeretett, festegetni. Igen, nemrég kezembe akadt egy másodikos rajzom, akkor még tudtam rajzolni, úgy láttam, hogy ez jól ment a dolog. De hát félretéve viccet, igazából talán az élet kényszerített is egy picit arra, hogy fessek, mert hát már három gyerekünk volt, amikor hát próbáltam valamit, még kis mellékes jövedelmet keresni, és így lettem iparművész, ikonfestő, ikonmásoló művész kezdetben, és aztán hát annyit dolgoztam ezen a területen, hogy vettem magamnak a bátorságot, és tovább léptem. De ha már gyerekkorban is azért egy kicsit orientálódott e felé, akkor hogy jött mégis a történelem népművelés szak az egyetemen? Hát jelentkeztem a képzőművészeti főiskolára érettségi után. Talán 600-an voltunk egy 10 helyre. Igazából hát ezen ment rögtön elsőre ez a dolog, és hát rajztanárként sikerült így diplomát szereznem ez ügyben is. De aztán hát valami rendes civil foglalkozás kellett, és egy darabig voltam műfázigazgató is Kartalon, tehát innen a népművelés szak, és később hát szerettem volna tanítani, az is vonzott meg hát ajánlottak állást ott a szülőfalumban Kartalon, vagy itt a szülőfalumban Kartalon, és igazából először ezzel telt az életem, hogy ezt tanultam, meg ezt végeztem, aztán hát később a rajztanári stúdiónak a tagja lettem. Egy rendkívül felkészült és nagyon kiváló szakfelügyelőnk volt, egy Dobos Olga nevű rajztanár kolléganő, aki szervezett egy rajztanári stúdiót, igazából egy alkotó közösséget Szadán, úgyhogy a Székely Bertalan műtermében dolgozhattunk, és igazából nekik köszönhetem, ennek a társaságnak, meg az Olgának, hogy befogadtak, és az első ilyen közös kiállításokon velük szerepeltem. Ugye, mint említetted, történelem népművelés szak volt az első, aztán a rajztanárság, tehát tanárként végzett. A tanítás vagy a festészet áll mégis közelebb önhöz? Hát ez jó kérdés. Most azt mondom, hogy a tanítás, akkor hát ez nem lenne 100%-ig igaz. Hát viccesen azt szoktam mondani, hogy a történelem tanárok között én vagyok a legjobb festő. Festők között meg a legjobb töri tanár. Itt szeretem csinálni, tehát sokszor fölvetődik, hogy most akkor melyik a hobbi, vagy melyik a munka. Mind a kettőt úgy érzem, hogy a hobbim is, meg a munkám is. Ez a legjobb igazából. Igen. Szerintem. De ezért elég furcsa párosítás, hogy történelem és rajz. Hát nem tudom, ilyen nem létezett ilyen párosítás a főiskolán.
de nagyon hasznos. Tehát igazából, ha művészettörténetet tanít az ember, akkor ez egy komoly fegyvertár az, hogy hát történelem szakos is vagyok. És hát igazából én nem szeretem azt, hogyha valaki csak egyféle. Tehát nagyon szakbarbár, bár ennek is van biztos előnye, hogy valaki nagyon el tud mélyülni a szakmájában. Én szeretek többfélét csinálni. Ezek szerint akkor a történelmet is, a rajzot is, és a művészettörténet is. Igen, meg hát tanítok etikát is, az igazság, meg népművelés szakból adódóan, hát most ugye média ismeretet is tanítok, hál' Istennek. Tehát szeretek sokfélét, még a festésen belül is. És a népművelés nem tetszett, vagy miért hagytam abba? Hát nagyon tetszett az is, csak az igazság, hogy családos emberként az állandó kötetlen munkaidőből adódó éjszakázás, hétvégi rendezvények, az egy kicsit már fárasztó volt, és amikor hívtak tanítani, akkor örömmel mentem. Igen, ez egy kicsit másabb. Igen, de hát az ott szerzett tapasztalataimat is azért hát tudom kamatoztatni, mert más szemszögből is láttam mondjuk akkor is a gyerekeket, hogy igazából milyen mondjuk egy rossz gyerek, hogyha az ifjúsági klubban van, vagy hogy kell megszervezni egy koncertet, vagy egy diszkót, vagy működtetni egy művészeti klubot. Hát ez már nagyon rég volt, úgyhogy ez még ifjúságomnak az elején, még 79-ben volt ez, úgyhogy ez elég távoli idő. Mint én is említettem, meg már ön is említette, hogy ikonfestőiparművész. Hogyan került kapcsolatba az ikonokkal? Azért ez egy elég külön világ. Hát ez egy érdekes történet, mert hát az én apukám, ő kertész volt. És a javítóban volt, hogy dísznövénykertész, szakoktató és nevelő, már a háború előtt. A nagyapám, az pedig a Schlossberger uradalomnak volt a főkertésze. És mielőtt a család ide került volna Kartalra, 1910 körül, előtte a nagyapám a szerb ortodox püspöknek volt a kertésze Szentendrén. És amikor elköltöztek onnan ide Kartalra, akkor a püspöktől kapott búcsú ajándékul a nagyapám egy ikont. És ezt úgy hozta a sors, hogy megörököltem, és ez ott lógott nálunk a nappaliban. Aztán hát húgomék építkeztek, szükségünk volt egy kis pénzre, és akkor úgy gondoltuk, hogy elárvereztetjük. És hát az eklézsia, ez egy műtárgy volt, egy egyházi műtárgy volt a Ferenciek terén. Oda bevittük, és ott láttam ikon másolatokat. És kérdeztem, hogy ezt ki csinálja. És ott mondta a becsüs, hogy hát másoló művészek van, hát én is tudnék ilyet. És azt mondta, hogy hozzon. És megpróbáltam, bevittem, mondta, hogy hát inkább ne. Ez nem igazán jó, mert nem rendes az arany, meg nem olyan a felület, meg... És nem adtam fel. Hát ez még a rendszerváltás előtt volt, úgyhogy nagyon nehéz volt hozzájutni igazi anyagokhoz, tehát aranyfüstlemezhez, tojástemperához, meg pontosan senki nem akart elárulni igazából, hogy kell. És hát nem adtam fel, addig küzdöttem, szereztem anyagokat, amíg aztán egy gyönyörű szép Szent Györgyöt sikerült festenem, és azt mondta a vezető, hogy hát na jó, akkor ezt kitesszük a kirakatba, aztán majd meglátjuk. És még aznap elkelt. Úgyhogy így aztán egy kemény 10 év következett, amikor kb. 1000 ikont festettem. Szóval ez egy jó lecke volt, önfegyelemre tarintott, mert hát ez rendkívül nehéz munka. Nagyon aprólékos, hosszadalmas, lassú folyamat az egész technika, amit szépen lassan magamtól rájöttem, hogy ez hogy kell. Kikísérletezgettem, aztán mikor már sikerült szakkönyvekhez hozzájutni, főleg rendszerváltás után elég komoly szakirodalom jelent meg, akkor hát igazából örültem, hogy tényleg úgy csinálom, ahogy a régi mesterek. Úgyhogy ezért aztán nem is festettem olyan túl sokat. Ez az 1000 azért ez 10 év alatt jött össze. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy most már nem festek ikonokat. És miért hagyta abba? Tehát elfáradtam. Nehéz munka? Nehéz munka. Szép munka volt, bennem van, és az, ami ugye a munka által bennem rögzült, azt most felhasználom más területen. Tehát ikonfeldolgozásokat készítettem, később ezzel volt az első egyéni kiállításom. Tulajdonképpen azt csináltam, hát ha nem túl nagy képű hasonlat, mint Bartók a népdallal,
hogy átdolgoztam ezeket a kötött formákat, és az a kérdés, hogy meddig lehet a konkrét dolgot ábrázolni. Tehát hogy az ábrázolás tilalma mondjuk az Ószövetségnél, vagy a protestánsoknál, vagy a különösen reformátusoknál, hogy ez egy komoly kérdés, és így kapcsolható össze, amik az ikon és az absztrakt, vagy nonfiguratív művészet. És hát erre a területre tévedtem, és hát hál' Istennek mondhatom, hogy ez úgy sikerült, és egy ikon mellett volt mindig egy nonfiguratív kép, és ezzel kapcsolatban elég sok kiállításom volt. Valahol olvastam, hogy az ikonoknak lelke van. Tehát ez nem csak úgy megfestik, hanem lelkük van. Igen, igen. Hát pont ezért is olyan nehéz munka talán, nem? Igen. Egyszer Ruzsa professzor megtisztelt azzal, hogy megnyitotta egy kiállításomat Fóton a plébánia templomban. Ruzsa György a legkiválóbb ikon szakértő Magyarországon, MTA Művészettörténeti Intézetének és az ELTE-nek a tanára is, és ő mondta azt, hogy hát ikonfestő nem lehet részeges ember, nem lehet stb. És azt mondta, hogy az én ikonjaim azok rendben vannak. Hát régen ezeket szerzetesek készítették, és megfelelő imádsággal, stb. De az igazság, hogy maga a technika az egy olyan hosszadalmas és olyan összetett dolog, hogy abban igazából benne van a lélek, a szellemiség. Tehát ha esetleg ezt el tudom mesélni, hogy kell csinálni, ha érdekli a nézőket. Tehát az ikonban benne van az Isten által teremtett világ összes eleme. Ha kíváncsi a titkos receptre, akkor szívesen elmondom. Hát ha átadja nekünk. Most, hogy már nem festek, most már elárulom. Tehát igazából ugye, kell egy jó deszka, hát az a, ugye, a növények, a fák, azt vésik, sokszor úgy vágják ki a padlót a röngből, hogy bekalkulálják azt, hogy eleve egy kicsit vetemedjen meg, tehát benne hagyják a közepét, és ezáltal egy kicsit domború lesz a felület, azt kivésik, akkor enyvezni kell. Ugye, miután jó kiszáradt a deszka, akkor egy hígenyvel át kell itatni, ugye az enyvet azt az állatok bőréből és csontjából főzik, tehát egy újabb eleme a világnak. Aztán, amikor megszáradt, akkor rákörül egy alapozó réteg, ezt hát gesszónak mondják, ugye az olaszok is használták egész a reneszánszig. Ez egy gipsz és enyv keverék, tulajdonképpen hát szobafestők azt mondanák, hogy egy glett anyag, de egy rendkívül kemény anyag, mert igazából ugye az enyv az a csontból kifőzött fehérje, a gipsz az meg kalcium, tehát amikor csiszolja az ember, akkor majdnem olyan, mint a fogorvos köszörüli a fogzománcot, de, és rugalmas és kemény, csak nem vízálló. Úgyhogy erre kerül rá egy lenolaj réteg, ugye az megint csak növényi magok. Amikor az megszáradt, akkor megy egy vörös föld, egy alapozó vörös föld, az ásvány, ugyanúgy, mint a gipsz is, ugye kövekből van, és az isteni fényt szimbolizáló aranyfüstlemez, az meg a fémeket ugye, képviseli. Az aranyfüstlemez az gyakorlatilag ilyen 8 molekula vastagságú fémlemez, ugye nagyon nehéz vele dolgozni, és speciális ragasztóval. Hát ez iskolánként változott, volt, ahol fügeteljel ragasztották föl az aranyat, volt a tojásfehérjével, később ilyen olajfőzettel, tehát ilyen ólmoslen olajfőzettel, és maradt középen a figura, és utána azt úgy kell felépíteni, hogy a fény az igazából ne visszaverődő fénynek látszódjon, hanem sugározza a fényt. Tehát egy arc, ugye ez nagyon nehéz, legalább egy 6-8 réteg, egy zöld aláfestés, mely egy okkerföld, és aztán egyre világosabb rétegek következnek, végén ugye a csúcsfények, ugye tűecsettel a fehér kis vonalak. És igazából ugye elérkeztünk, hogy a tojás tempera az is egy nagyon hosszú ideig egyetlen festék volt, egész a reneszánszig, akkor kezdtek először olajjal festeni. Ebben benne vannak ugye madarak, ugye a tojás, van benne mastix, egy gyanta, pisztáciának a gyantája, és hát a különböző pigmentek. És most tulajdonképpen már felsoroltam mindent, talán az ember hiányzik még a teremtett világból, hát ez ember adja a munkát bele. És hát ez, amikor ugye elkészült az utolsó réteg is, akkor ezt hát különféleképpen konzerválták. Például az oroszok egy hatalmas üstben, forró lenolajba mártva, meg szinte megfőzték az ikonokat.
ugye mert ez az örökké valóságnak készül, és akkor jó az ikon, hogyha valóban hordozza magában a szentséget. Tehát ugye ez az ortodoxoknál egy különleges felfogás, talán ugye a katolikus oltári szentséghez lehetne hasonlítani, ugye annyira közvetlen a kép tisztelet. Ugye tőlünk ez egy kicsit távolabb áll. Rá lehet tőlem, mert én egyébként evangélikus vagyok, de igazából hát azzal, hogy mondjuk 10 éven keresztül ültem szembe a szentekkel, és meg kellett festenem Krisztus szemét úgy, hogy az nézzen. Ugye egyébként úgy néz, mint az egyiptomi maszkokon, tehát ugye szinte a vesénkbe lát. Ezzel azért hát nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ez így alakult, mert rengeteget tanultam. Ezer ikonból lehetett is tanulni, az biztos. De most már ugye akkor ikonokat nem fest, viszont más műfajban fest, és más technikával. Mitől függ, hogy mikor, milyen technikával, és mit fest? Hát ez egy kicsit a véletlen is hozta, mert sokat utaztam, hál' Istennek, és tulajdonképpen magamnak festettem ilyen pici kis akvarelleket, emlékeztetőnek, vagy képeslapnak, és amikor már elég sok összegyűlt, akkor a Szódi Múzeum igazgató barátom, az Asztalos Tamás mondta, hogy hát miért nem csinálsz már egy akvarell kiállítást? Ez biztos van már, vagy 100. Hát mondom, annyi nincs, de hát sokféle van, tehát van Egyiptomból, van Prágából, van Párizsból, van Görögországból, meg Itáliából. Azt mondja, legyen az a címe, hogy 100 kép. És akkor úgy rákényszerültem, hogy megfessek még egy párat, és így lett a 100 kép. Ez volt az első akvarell kiállításom, és akkor a sikere volt, hogy utána már szinte megint csak úgy kényszerként, hát feladatul kaptam, talán így lehetne inkább mondani, hogy megfessek tájegységeket vagy városokat, és akkor tudatosan készültem arra, hogy ha valahova elutaztam, akkor az már azért volt, hogy utána legyen ebből egy kiállítás, akvarell kiállítás. Kíváncsi lennék az alkotás folyamatára. Úgy történik, mert hogy én nem festek, hogy a fejében megjelenik az egész kép, vagy elkezd festeni, és közben alakul? Hát pontosan ez az érdekes, hogy az ikonnál teljesen más, mint az akvarellnél. Tehát az ikon az egy nagyon hosszú előkészítő munka, és tudatosan a sok-sok réteget előre megtervezve kell egymásra rakni. Hát persze ez úgy működik, hogy az alapozásnál ugye egyszerre többet. Tehát 10-20-at alapoz az ember, és aztán utána, amikor készen vannak a learanyozott deszkák, akkor egy egyesével megfesti. De ezek mind másolatok voltak? Ezek másolatok, tehát ez a műfajnak a sajátossága, hogy tulajdonképpen az eredet is nagyon sokszor másolat, mert van egy szent sablon, egy picit talán naív is, tehát vannak egyszerű megfogalmazású, tehát Oroszországban voltak paraszt emberek is, akik másoltak ikonokat. Az akvarellnél pedig, hát pont fordítva van, tehát ott nagyon gyorsan kell dolgozni, ott is van tudatosság, tehát előre ki kell hagyni a fényeket, tehát azt kerül föl először, hogy mi lesz a legvilágosabb, a szárazon marad, és akkor világostól haladunk a sötét felé, pont fordítva, mint az ikonnál. Ott egy kicsit szabadon kell hagyni azt, hogy a víz az folyik, hogy a papír az vizes, és a festék az szétfut. Ezt előre persze nagyon kell tudni, hogy fog ez dolgozni, ez az anyag. Aztán vagy sikerül, vagy nem. Az a jó persze, hogyha elsőre sikerül. Van olyan is, hogy nem? Van persze, hát akkor el kell dobni. Szóval az akvarell az ilyen. Tehát, ugye, hát én nagyon azért, hál' Istennek, nem sokat dobtam el. Na de azt kérdezte, hogy hát hogy jön a... Igen. Hát a legjobb múzsa az a határidő. Tehát ha megvan, hogy tényleg szépen, tudom én, szeptemberben lesz egy kiállításod, akkor dolgozni kell. Tehát én igazából ezt mindig is munkának gondoltam, tehát nekiül az ember, aztán csinálja. Tehát akkor lehet parancsóra is festeni. Igen. Tehát megvan a feladat. Aztán persze az, hogy kitalálni, hogy mi legyen a következő nagy munka, az mondjuk ahhoz tényleg kell hangulat, meg fejtörés, meg ötletek, de aztán utána már ez egy munka. De egyébként ön fontosnak tartja, hogy kiállításokon megmutassa magát, vagy ez csak felkérésre működik? Hát én nagyon örülök, hogyha felkérnek. Nem vagyok ilyen nagyon tolakodó típus ezen a területen. Lehet, hogy talán kicsit béna is vagyok, tehát nincs menedzserem. Tehát ha hívnak, akkor megcsinálom.
mindig van készenlétben anyag, most is van. Tehát ha valaki azt mondja, hogy most légy szíves, csinálj egy kiállítást, akkor van otthon 100-200 kép, amiből meg lehet csinálni, de annak örülök, hogyha új feladat van, és akkor szívesen megcsinálom. Megrendelésre is szokott festeni? Tehát, hát ritkán igen. Barátoknak főleg. A kiállításokra visszatérve, volt legemlékezetesebb kiállítás, vagy legkedvesebb, amire szívesen emlékszik vissza? Hát volt egy pár, most nem tudom, hogy mennyi idő van ezt elmesélni, de talán az egyik ilyen a 100 kép volt, és akkor kérdezték sokan, hogy hú, mennyi munka volt ezt megfesteni, az nem, bekeretezni, az igen. Ugye akkor hát kezdőként azért nem futott a kézkeretekre, és bizony egész nyáron fűrészeltem kézzel a léceket, és ragaszgattam, és pucoltam az üveget, meg paszpartúztam, ugye a kis színes papírkereteket vágtam hozzá, és pont ahogy véget ért a tanév, beálltam a műterembe, és egészen szeptemberig minden nap szinte reggeltől estig melóztam, és pont kész lett. Tehát nagy öröm volt, meg az, hogy tetszik az embereknek. Vagy hát egy emlékezetes kiállítás volt mondjuk Kőszeg, ugye megfestettem Kőszeget, és hát messze van. És ez ilyen logisztikai feladat, hogy mondjuk 50 festményt levinni, felrakni, felcímkézni, és ketten voltunk a feleségemmel egy műemléképületben, a Jurisi téren egy reneszánsz házban volt a kiállítás, és odaértünk mondjuk dél körül, és este 6-kor megnyitó. Aztán kérdeztem, hogy szabad-e szögelni a falat, mondták, hogy mit képzel, hát ez műemlékház. Még szerencsé, hogy volt nálam palázószeg, és úgyhogy aztán ez végig épp hogy kész lett, de jó sikerült, úgyhogy nagy öröm volt az is. Meg hát sok történet van még, talán még a Kapolcs az volt olyan, hogy az mondjuk nem, azt a csapattal csináltuk ezt a kiállítást. Ott az volt a nagy öröm, hogy ez egy kocsmába volt berendezve, illetve a kocsma volt berendezve a kiállítótérbe, a Kapolcson egy régi elhagyott nyomdaépületben. Volt egy Rábál kocsma, és hát ez egy olyan anyag, amiben nagyon sok a szöveg. Tehát ez körülbelül egy olyan 2 óra, ha valaki becsülettel végigolvassa. És hát mi ott ültünk azért, nem teremőrként, hanem ugye egy társaság legyen, mondjuk éjjel 1 órakor, ha véget értek a fő programok, koncertek, jöttek az emberek, és nekiálltak, és végigolvasták, és az nagyon jó érzés volt látni, meg beszédbe elegyedni velük, hogy tetszik. Hát ez a legjobb talán, amikor igen, visszajelzése is van a művésznek. Igen, hát volt egy aranyos sztori, mikor közösen csináltunk 3-an, Fedinec Atanázzal, meg a Valentinyi Mártival Gödöllőn a Lovardába, Királyi Kastélyba. Ugye akkor még elég romos állapotban volt, nem olyan szép, mint most, ahogy hallottam, most gyönyörűen megcsinálták. És hát ez egy óriási hely, 3-an épp hogy kitöltöttük, és felváltva voltunk teremőrök. És ott ültem bent egy ilyen szép nyári napon, amikor egy nagyon kedves paraszbácsi, de olyan igazi, csizmás, kihajtott fehérink mellény, nagyon-nagyon kiborult az én festményeimen, ugye ezek non-figuratív képek voltak, és odajött hozzám, hogy hát fiatalember, magának meg itt kell ülni, hát borzasztó, mit szól maga ehhez? Hát mondom, bátyám, az a helyzet, hogy ezt én csináltam. Nem mondja tényleg, és miért? És aztán elbeszélgettünk arról, hogy ugye ott van mellette az ikon, az mit jelent, és ez mit jelent, és nagyon nagy barátsággal váltunk el, és hamarabb megértettem, mint némelyik tanítványom, hogy miről van szó. Érdekes, igen, ez, amikor visszajelzést is kap az ember arról, hogy mit, hogyan dolgozik. Említettem már az elején azt, hogy a Fekete Ökör baráti kör tagja, és ugye a Rábál kiállítás is hozzájuk kapcsolódik. Mi ez, hogy Fekete Ökör baráti kör? Hát ez úgy indult, hogy igazából a legnehezebb kérdés ugye nem a festése nehéz, és nem csak a keretezése nehéz, hanem mondjuk hirtelen leakasztani valakit, aki ír egy jó szöveget, és megnyitja a kiállítást. És hát én nagyon sokat köszönhetek ezen a téren a barátomnak, az Asztalos Tamásnak, aki mindig készen állt arra, hogy ha másnapra kellett, akkor is éjjel írt, egy nagyon, nagyon jó szövegeket írt, és még fel is olvasta, és segített megnyitni a kiállításokat, és mindig piszkált engem, hogy hát jó, de Prága gyönyörű.
Tehát hiába, hogy te voltál itt, meg ott, meg amott, mondtam, persze, hát biztos szép. És aztán egyszer sikerült rábeszélnie, hogy menjek ki velük Prágába. Természetesen akkor én már úgy mentem, hogy a fejembe volt, hogy akkor ebből lesz egy kiállítás. És akkor ott végigjártuk ugye a helyszíneket, a jelentősebb kocsmákat. Ugye egy várost, három helyet szoktam megnézni, hogyha elmegyek egy városba, a templomot, a temetőt, meg a kocsmát. És aztán így jött az ötlet, hogy hát ebből egy ilyen rendszeres Prága járás lett, és mivel a törzshelyünk egy huszita kocsmában volt, ahol esténként találkoztunk, mert mindenki ment a saját dolgára, fényképeztünk, én festettem, különböző helyszíneket kerestünk, de volt egy biztos pont, este találkoztunk a Fekete Ökör nevű kocsmában, ami egy nevezetes hely, mert az emberek összeadták az árát, és megakadályozták a privatizációját ennek a kocsmának. Ugye nagyon sok kocsma olyan sorsra jutott, hogy luxus éttermet csináltak belőle, fehér abrosz és japán turisták, és pont a lényeg veszett el. Na, ez megmenekült, és ez egy olyan hangulatos hely, és itt találkozgattunk, és aztán valahogy ez így ránk ragadt, és aztán ez a társaság bővült. Tehát akkor döbbentem meg először, hogy milyen hatalma van az internetnek, amikor jó néhány évvel ezelőtt, március 13-án voltunk kint, és mondták a barátaim, hogy akkor most megkoszorúzzuk a Rákóczi emléktáblát ott a prágai vár oldalában. Mi voltunk öten, vittünk egy szép kis koszorút, Tamás írt egy beszédet, és akkor mondtam, jó, hát most ha odállunk öten, nem viszel a rendőr, vagy hát nincs bejelentve ez a dolog, meg hát kevesen vagyunk, és akkor mondta Zsolti barátom, hogy ő föltette a netre, biztos sokan leszünk. És 5 órára volt meghirdetve, 3-4-5-kor nem volt ott senki, és 5 perccel voltunk, vagy 30-an. És akkor döbbentem meg, hogy vadidegen emberek, ugye netről látták, és prágai magyarok, tehát akik ott dolgoznak, vagy ott élnek, meg magyarországi magyarok is, és aztán így bővült ki a Fekete Ökör baráti kör, új tagokkal, akik mondjuk nem csak aszódiak vagy környékbeliek, hanem ország más részéről is. És azt most azóta ugye együtt dolgozunk, és velük csináltuk a Fábál kiállítást is. És még mi mást? És még mi mást? Hát természetesen sok sört megittunk, ugye ez kötelező. Bár ugye sokan ezt félreértik, szóval egy prágai kocsma az inkább egy budapesti kávéházhoz hasonlítható, tehát a társaság élet színtere, a jó beszélgetéseknek a helye. És hát mondjuk én vagyok a legszorgalmasabb ökör, és a baráti társaságnak nem én vagyok az oszlopos tagja, de hát hál' Istennek szükség van a munkámra, mert én vagyok a festő. Úgyhogy nem én találtam ki, nagyon sokat dolgoztak már a többiek ezen az új munkán, mivel annyira jó sikerült ez a Hrabál életét bemutató, egy nagyobb fába vágták a többiek a fejszívüket, aztán én is csatlakoztam. Cseh-magyar kulturális kapcsolatokat kutatták föl, hogy az a jelszó, hogy nem azt keressük, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt. És megdöbbentem, amikor hát én megismertem, hogy mennyi minden van, mennyi mindenről kell majd fessek. Úgyhogy most ezen dolgozunk, ez egy nagyobb munka lesz majd, ha sikerül. Most pályázni is fogunk ez ügyben, tehát ez is egy ilyen összművészeti kísérlet lesz. Ez még hátra van, szóval még egy ecsetvonást nem húztam, úgyhogy rá gondolok, rettenetes nagy meló lesz. De fontosnak tartja egyébként, hogy valamilyen közösséghez csatlakozzon, vagy tartozom művészként, gondolom, nem mint ember. Nem. De csak ez csak egy plusz. Nem, lehet, hogy ez mondjuk ez nem is jó dolog, hogy én nem vagyok ilyen festőtársaságoknak, vagy klikeknek a tagja. Vannak hát barátaim, akik segítenek, tehát komolyabb idézőjelben, tehát nagy nevű mesterek, de én inkább ilyen magányos farkas vagyok. Tehát ez a társaság, ebbe pont az izgalmas, hogy sokféle ember van benne. Tehát igazából, ami összeköt minket, ez a vonzódás mondjuk a cseh kultúra iránt, vagy a Hrabál iránt. Tehát sokszor ugye könnyebben megértjük egymást, mert tudjuk, hogy most miről beszélünk.
És a festők között van példaképe? Vagy ó, olyan? Rengeteg van. Hát most ez lehet, hogy van, akinek nem is tetszene, hogy ennyiféle festőhöz vonzódok, vagy tisztelem, de nagyon sok kedvencem van. Sorolhatnám. És olyan is van, akit mondjuk így mesterének tart? Tehát akitől sokat tanult? Hát egy mesterem volt, a Horváth János, aki a főiskolán tanított. Ő rettenetes egy fickó, rendkívül maximalista, és beletapossa az ember lelkébe, de rengeteget tanultunk tőle, tehát igazából mindent. Tehát furcsa figura János, most már nyugdíjas, de ő igazából a tanárképző főiskolán egy kemény művészképzést csinált, úgyhogy mindenki nagyon sajnált, amikor megtudta, hogy én az ő csoportjába kerülök, mert hogy akkor végünk lesz. Hát kegyetlen egy időszak volt, de sokat köszönhetek neki, mert mindent megtanított. Arról ugye beszéltünk, hogy tanít, méghozzá elég sokat, mert hogy Aszódon is tanít az evangélikus gimnáziumban, meg Kartalon is az általános iskolában, fest. Emellett mivel tölti még a szabad idejét? Igen. Hát az jó, ugye szabad idő. Hát van 4 gyerekem, tehát bár most már ugye a lányom férhez ment, őre nagyon büszke vagyok, és a lányom férje fotós, tehát őre is nagyon büszke vagyok. És várja az unokát? Nem, még kicsit tartok tőle, hogy majd lesz unokám, de biztos lesz hamarosan ez az életrendje. Tehát egyrészt ugye a család, nagyon szeretek főzni. Főzni? Másrészt, igen, másrészt meg hát mozogni kell. Tehát azért ikon az egy nagyon ülős munka volt, és hát kénytelen voltam valamit kitalálni, mert biztos rámentem volna, hogy nem mozgok, és elkezdtem kerékpározni. És most az, igazából ez a hobbim, hogy gyerekekkel járjuk a határt. Biciklire. Földúton, igen. Tehát terep kerékpározást csinálunk, és hát ezt persze mindig összekapcsolom egy kis helytörténettel, egy kis kultúrtörténettel, egy kis festéssel, meg fotózással. Térjünk vissza a főzéshez. Ez azért megütötte a fülemet. Bár a férfiak között azért vannak, akik szeretnek főzni, de ön csak így ritkán alkalmanként, vagy gyakran főz otthon? Hát az igazság, hogy hát rákényszerültem, amikor édesanyám meghalt, és felesége éppen beteg volt, és jött a harmadik gyerek, hogy hát valamit kellett csinálni. Tehát ez egy kényszer szült, aztán nagyon megszerettem. Meg a pont a Horváth János mondta mindig, hogy Laci egy jó festő, az tud főzni, mert ugye tulajdonképpen a főzés meg a festés az ugyanaz, mind a kettő anyagokat kever össze meg fő arányban. És az alkotótáborban főztem először igazából, tehát egy sok emberre. Hát aztán azóta ezt folyamatosan gyakorolom, mert... Otthon is. Nagy konyhát vezet, igen, uh-huh. Az ember. Alkotótáborokat említette, jár rendszeresen? Nem. Ez régen volt, tehát amíg főiskolás voltam. Hát nyáron... Arra nincs időm, hogy alkotótáborba járjak. Most tervezek olyat, hogy esetleg gyerekeknek fogok csinálni alkotótábort. Hát ha kiszabadulok az iskolából, akkor ugye van, vagy az van, hogy kiállítást kell csinálni, vagy a következő anyagot kell megfesteni. Úgyhogy elég sűrű a nyár. A gyerekek között van esetleg magántanítványa, akivel külön foglalkozik, hogy van ilyen terve, hogy valakinek átadja a tudását ilyen szinten, tehát nem csak az iskolában? Hát nagyon sok tanítványomra büszke vagyok, és nem csak a képzőművészet terén. Tudnám sorolni a neveket, ugye, akik, de mondhatom is, mert Kartaliak biztos ismerik, hogy például Péter Gábor, ugye most őt Péter fia Gábornak hívják, ő, neki osztályfőnöke voltam. Tavaly nagyon nagyszerű érzés volt, hogy meghívott a doktori címvédésére az ELTE-re, és ő történelemtudós, általános iskolában tanítottam neki a történelmet. Aztán van tanítványaim között befutott építész, van díszlettervező, van üvegtervező, meg hát sok rendes ember. Vannak-e esetleg olyan tervei, akár a festéssel kapcsolatban, akár kiállítással kapcsolatban, ami még nem valósult meg, és mindenképpen szeretné megvalósítani? Hát hosszú távú tervem van, de azt most nem mondom el. A következő feladatra koncentrálok mindig. Most éppen temperával festek, és ez köt le. Ugye ez megint egy váltás, ugye ez egy kicsit más, mint az akvarell. Úgyhogy most ezt élvezem, hogy temperával dolgozok, gyorsan, fekete kartonra,
nagyon izzó színeket. Most a következő kiállításom erről fog szólni. Hol most lesz a kiállítás, ezt el lehet mondani? Hát most van egy meghívásom, ez ugye a törzshelyem, az Aszód, a múzeum. Aztán hát remélem, hogy majd máshova is megyek vele. Egy-két helyet azért fel tudna sorolni, ahol már volt kiállítása? Igen, hát dátumokra nem emlékszem, elnézést, hát de csak úgy mondok egy párat. Volt Debrecenben volt a Déri Múzeumban, amire nagyon büszke vagyok, ott a Kupola teremben. Hát először picit mérges is voltam, mert eleírták a vendégkönyvemet, hogy nagyszerűek a Munkácsi képek, mert a Munkácsi trilógia az a szemközti teremben van, és aztán utána mondom, hát miért kell ezen mérgelődni, itt a bizonyíték, hogy milyen jó helyen volt kiállításom. Németországban is volt már kiállításom, Aszó testvérvárosa Omenburgban is volt, meg Miltenbergben, Újpest galériában, Pesten, aztán volt a Józsefvárosi galériában, Centrál Kávéházban, és hát sok helyen még az országban, Kőszegen, Sátor, Aljogű helyen, kisebb helyeken, Solymár, Ráckeve, ugye Rabállal is ugye sokat mentünk. Tehát éppen most a felvétel miatt elkezdtem számolgatni, a 30 körül volt egyéni kiállítás. Hát ez azért nem kevés. Igen, hát csak kilométerben nézzük, az is. Igen. Igen. Még a természetjárásra szeretnék egy picit visszatérni. A szervezetten viszi a gyerekeket, tehát ez van valami kerete ennek, vagy csak egyszerűen így adhok összeállnak? Hát az igazság, hogy eléggé rendetlen fickó vagyok, tehát én nagyon nem szeretem így előre megszervezni a dolgokat. Annyit tudnak a gyerekek, ugye ez az általános iskolában Kartalon, hogy minden péntek délután, ha jó az idő és száraz az út, akkor megyünk. Uh-huh. És akkor van egy találkahely, oda összejön, és az jön, aki akar. És hát természetesen, ha valaki olyat tesz, ami nem helyén való, az többet tudják, hogy akkor az többet nem jöhet, úgyhogy nincs is semmi gond velük. És akkor egy elég szeretvedett társaság, ugye ez jó pedagógiai hatása is van, mert ugye figyelniük kell egymásra, tehát együtt jön az ötödikes meg a nyolcadikos, és bizony be kell várják akkor a nagyok a kicsiket. De nem ez a lényeg, elsősorban nem az, hogy kimegyünk a határba. Végig megyünk, általában az a főútvonal, volt egy kis vasút a Schossberger uradalomban, ami összekötötte a majorságokat. És ez egy gyönyörű helyen futott, hát ezt úgy mondják Kartalon, hogy a csonkafa. Tehát TSZ mögött kimegyünk, és ment föl egészen Magyalosig, ott volt egy nagy majorság, és igazából ez a vízválasztó. Tehát döbbenetes, hogy körülbelül egy olyan, hogy is van, olyan 150 méter tengerszintről indulunk, és a csonkafa az 260 méteren van, és közben nincs se kanyar, semmi, tehát egy ilyen szép, hosszú, egyenes emelkedő, és végig látszik a Mátra, meg a patakvölgyek, tehát gyakorlatilag egy csodálatos, tehát a bér felé, hogy ezek a kisebb vulkánikus tarajok, aztán a hasznos, jobbágyi és a kékes. És ezt lehet fotózni, festeni, beszélgetni, távcsövezni szoktunk a gyerekekkel, megnézzük, onnan föntről látszik, ez is érdekes, a Turai kastély, úgyhogy gyönyörű a táj, és aztán megyünk egy kört, ott a Galgamácsai erdőbe szoktunk bemenni, és visszafele van egy másik majorság, ez az Emse puszta, ott még áll a régi víztorony. Van, akinek csak egy egyszerű testmozgás, van, akinek ugye, felfedezés ugye az állatok, szarvas, őz, néha előfordul, fácán, róka, rengeteg egerészőj. Ez egy ilyen biztos útvonal, ezt egy ilyen naposabb délután be lehet járni. Aztán nagyobbakkal, bátrabbakkal szoktunk menni messzebb is, de az ritkán van. Uh-huh. Azt hiszem, hogy ez egész jó kikapcsolódás, egy kicsit valóban megmozgatja az ülő festő munkából. Igen, meg van azért egy hátsó szándék is, mert azért ezt a tanári munkámban azért ezt tudom hasznosítani, mert más oldalról ismerem meg a gyerekeket. És igen. Más is talán a viszonyunk, mondjuk egy nagyon rossz kisfiú, aki kezelhetetlen a suliban, hogyha eljön biciklizni, akkor egész jól összebarátkozhatunk, és később is ugye, hasznosítani tudja. Hatni rá, hogy mikor megyünk legközelebb. Igen. Mindig szoktak jönni, hogy tanár úr, lesz bicikli? Így szokták kérdezni.
És mondom, a gyerekek, tiszta sára föl. Ugye műútra nem megyünk, mert igazából nincs más. Néha jönnek felnőttek is, most már szülők is érdeklődnek, úgyhogy ez jó érzés. De hát egyedül nem viszem ki őket ugye a közforgalomba, hanem csak földutakon megyünk is. Szeretik. Nagyon köszönöm, hogy itt járt nálunk, és elmondta mindezt nekünk. Nagyon sok sikert kívánok a további pályáján, és sok örömöt a tanításban, a gyerekekben. És köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak. Jöjjenek legközelebb is a képernyők elé. Viszontlátásra!